Ezek a sajátosságok, az erdélyi galuska, mint mondtam, a agyasleves, vagy a német barátaink készítik a töltelékeket, ezek mind olyanok, hogy már várjuk ezeket az ízeket, hogy visszalátjuk ők, vissza tudjuk érezni. Várják a résztvevők ezt a lehetőséget. Ahány ház, annyi szokás. Igaz ez a disznóvágásra és a kolbász vagy hurka töltésre is. A bőrért találkozó ötlete 11 évvel ezelőtt vetődött föl Bogyiszlón azzal a céllal, hogy közös pontot találjon a különböző testvértelepülések között. A gasztronómiának közösségfejlesztő hatása van, mondta Tóth István polgármester, aki azt is elmesélte, máshogy zajlik a vágás Németországban, Szerbiában és Erdélyben. Nagyon-nagyon fontos ez, mert csak emberek és az emberek közötti barátság élthetheti ezt a rendezvényt. Próbáltuk a házigazdákat is úgy válogatni, hogy ezekből a baráti társaságokból, amit már mindenki mindenkit ismer, és jó látni, amikor ezek a 40-50 emberek összejönnek, és mind ölelkeznek, és nem jó szívvel mennek aztán el. Jelentős társadalmi összefogás kell a megrendezéshez, a település civil szervezetei is kiveszik részüket a lebonyolításból. A jelenállás szerint 7 disznó esik áldozatul a találkozónak, és az érdeklődők végignézhetik és kóstolhatják a különböző tájegységek feldolgozási szokásait és ízvilágát. A találkozó mellé kulturális programok is társulnak Bogyiszlón, lesz játszópark a gyerekeknek, és fotószínházba is ellátogathatnak az érdeklődők.